Európai összehasonlításban jelenleg Dániában és Svédországban a legnagyobb a koronavírus elleni oltottsági arány ebben a korosztályban. Németországban korábban csak a krónikus betegségben szenvedő gyerekek kaphattak COVID-védőoltást, a delta variáns megjelenése után azonban ott is kiterjesztették minden fiatalra. Magyarország így Nyíregyháza is májusban az elsők között csatlakozott azokhoz, ahol megengedett a fiatalabb korosztálynak az oltás felvétele. Akkor ugye a 16-18 évesek oltása folyt, még akkor kórházi oltópontokon, illetve később bejöttek ebbe a házi orvosok, a gyerekházi orvosok is, és az iskola kezdéskor kezdődött el egy kampányoltás, ami ugye az iskolákban zajlott, az iskola orvosok és az iskola védőnők közreműködésével. Nyíregyházán ez kb. 46 intézményt érintett, és így gyakorlatilag, mivel ugye ezen oltás felvételéhez 18 év alatt szülői hozzájárulás is szükséges. Gyakorlatilag itt a szülői hozzájárulással rendelkező gyermekek vehették fel az oltást. Ez a 12-18 év közötti korosztályt érintette. Nyíregyházán mind az egyházi, mind az állami fenntartású oktatási intézmények csatlakoztak az iskolai kampányhoz, egyedül a Waldorf nem. Ez azonban nem azt jelenti, hogy itt senkit nem oltottak be. Az ottani diákok a házi orvosoknál vették fel az oltást. A középiskolák közül az Zrínyiben volt kiemelkedő az oltási arány 7,6%, még az Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Tagintézményében 17%. Igaz, ez 100-ból mindössze 17 diákot jelentett. Látszik, hogy egy gyorsuló járványról van szó. Éppen ezért ez az oltási kampány, ami szervezett volt, ugyan befejeződött, de az iskolák nem engedik el a gyerekek kezét, és nem engedik el a szülők kezét sem, hiszen folyamatosan folytatják ezt a kampányt, akár oktatófilmek, osztályfőnöki órák, videóüzenetek formájában is, hogy a szülők azt a bizalmatlanságot, vagy azt a félelmet, ami sokszor az álhírekből fakad, le tudják vetközni, és minél több gyermek hozzájusson ehhez az oltáshoz, hiszen ugye ennek a nagy veszélye az, hogy lehet, hogy a gyermek könnyebben átvészeli magát a betegséget, de ha az oltatlan szülőhöz, vagy az oltatlan nagyszülőhöz nagy Isten hazamegy, vagy akár az oltatlan pedagógushoz is, bár itt azért nagyon jók a számok országosan, akkor továbbadja ezt a betegséget, amiben akár egy idősebb, vagy egy gyengébb immunrendszerrel rendelkező ember bele is halhat. A tájékoztatón az is elhangzott, jelenleg a Kodályban két osztály van rendkívüli szüneten, és a szakképzési centrum 3 iskolájában is találtak COVID-fertőzött diákot. Nyíregyházán vannak olyan óvodák is, ahol egy-egy csoport van jelenleg rendkívüli szüneten.